Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsít kaparásokat, illetve teljes pakkő kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsügyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsügyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornára. A mai videóra hoztam nektek egy puskás 500-ast, illetve egy kiskerék sorsügyet, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogatnak számunkra. Tartsatok velünk! És akkor most kezdjük is el a puskás 500-as, illetve a kiskerék sorsügy lekaparását. És ennek a 0-21-es 500 fontos puskás sorsügyet fogom lekaparni. Nézzük, hogy az első játékon a nyilak végig beérnek a sorokban. Nyillal kezdünk. Nyillal is folytatjuk. A harmadik nyíl is megvan. A negyedik is, szuper. És az ötödik is. Na, jön a hatodik. De sajnos hatodiknak beadta a sípot, az nem jó. Nézzük a második sorunkat. Nyillal kezd, nyillal is folytatódik, a harmadik nyíl is megvan, a negyedik is, és az ötödik is, na jön a hatodik. De sajnos ide is sípot adott, még három esélyünk van, nézzük, hogy melyik fog bejönni. Nyíl, nyíl, a harmadik nyíl is megvan, a negyedik is, és ötödikre beadta a sípot, nem jó. Nézzük az utolsó előtti sort. Nyíl, nyíl, nyíl. A negyedik nyíl is megvan. Az ötödik is. És hatodiknak beadta a sípot. Még egy esélyünk van ezen a játék részen. Nézzük, hogy végigére a nyíl. Nyíllal kezd, nyíllal is folytatódik. A harmadik nyíl is megvan. A negyedik is. Na, itt nyíl lesz. De sajnos sípot adott, ez az első játék része sajnos nem volt nyerő. Nézzük, hogy lesz-e 10-es számunk fix 5000 forintért. Van egy 12-es, 17-es, és 13-as, nem lett 10-es számunk. Akkor nézzük, hogy ki jönne az öcsi szó hiánytalanul. Egyet hibázhatunk. A B betű az nem jó, az S az jó, és az N betű sem jó. A C az jó lett volna, és az I betű is. Hát sajnos ismét nem sikerült nyerni a vadi új puskás sorsjeggyel. A betűink egy P betű. És egy T betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjegyét, az 500 forintos kiskerék sorsjegyet. Ez egy 0-43-as sorzatszámú és a 9-es pakból való. Nézzük, hogy az első játékon kijönne valamelyik kötcikben a nyert szó. Az első az majdnem. Akkor nézzük, hogy a második alatt ott lesz a nyert szó. Hajszál híján. Hát, ha a következő, akkor talán most jön a nyert szó, nézzük. Legközelebb. Kis híján, még négy esélyünk van ezen a játék részen nyerni, nézzük. Próbáljuk újra. Szinte, már csak kettő esély maradt. Talán máskor, és az utolsó. Nem talált. Hát sajnos az első játék rész az nem hozott nyereményt. Nézzük, hogy lesz-e mázlink. És rögtön Y-nál kezd, tehát már nem jöhet ki a mázli szó sajnos. Akkor már csak három azonos összegben bízhatunk, hogy tudunk nyerni. Van egy 25 milliós, az a fődíj. Rögtön kettőt adott. Na, jön a harmadik, még négy esélyünk van. Egy 5000-es, még egy 5000-es, na jön az 5000-es, 5000-es vagy 25 milliós. Ez egy 6000-es, egy ilyen mellé,
És az utolsó, na, ötös az eleje. De sajnos 50 ezres, sajnos nem jött ki a 3-1 forma össze. Ismételten egy katasztrofális eredmény született. Ha betűnk egy X, és egy N betű különböznek. Sziasztok! Zsuzsa vagyok a Giga Virág Szerencse csatornától. Ez itt az összesítés. A mai videóban úgy lett 2500 forintos sorsjegy, hogy az előző kaparásból 1000 forint buktával és az 500 forintos nyereménnyel kiváltottuk, és még tettünk hozzá egy 500-ast, hogy legyen sorsjegy, de mint láttátok, a mai videóban egyetlen egy nyertes nem lett benne, ezért nincs, amit visszaforgassunk, és a mi csatornánk, bár egy sorsjegy kaparásos csatorna, a neve Giga Virág Szerencse, de nem arról híresek vagyunk, hogy szórjuk a pénzt két kézzel, most be kell húzni a féket, és ki kell várni azt, hogy a kabzsi emberek meggazdagodjanak rajta, és majd utána, amikor kidobják azokat a sorsjegyeket, amint nyertesek is lesznek, akkor majd fogunk venni, és bemutatjuk szép lassan, minden héten egy-kettő sorsjegy kaparás lesz. Tehát a mi csatornánk mit mutat be? Azt mutatja be, hogy nem vagyunk függőek, és meg lehet állni a sorsjegy kaparásoknál és a sorsjegy vásárlásoknál is, mert annak semmi értelme, hogy elszórjuk a pénzünket két kézzel, hiszen több mint 2,5 éve van meg a csatornánk. A rengeteg pakkaparást, ha visszanézitek, pakkot ért, készítettük. Talán kettő volt benne, ami 110 meg 100%-os pakra sikeredett, de az összes többi jó, ha a 60%-os nyerési esélye meg volt neki, tehát 40%-os bukással, de vissza lehetett fordítani. Amit nem lehet visszafordítani, arra nem teszünk rá pénzt. Várni kell. Ezt ti is láthatjátok, hogy most az országunk egy olyan helyzetben van, ahol minden pénzt próbálnak vissza besípolni, sajnos az emberek átverésével. Ez a mi saját véleményünk, de ezt kell, hogy elmondjam, mert Alex azt mondta, hogy ezt nem mondjam el, de igen, kell, hogy tudjátok, és azt felháborítónak tartom, hogy vannak olyan követőink és nézőink, akik már fenyegetőznek azért, mert nem teszünk elég sorsjegy kaparást a csatornánkra. Most ezt elmondom mindenkinek, én senki pénztárcájába nem kaparászok, nem is fogok, és senkinek nem fogom megmondani, hogy jobbra nézzen, vagy balra nézzen, kaparjon, vagy ne kaparjon, mivel ez a csatorna a mi tulajdonunk, ezért mi döntjük el, hogy mikor és mennyit és mennyi pénzt fetszelünk bele, és ezért is csináltunk csatorna bővítést, hogy azok a nézőink, akik itt vannak, azok kapjanak értelmes tartalmakat, és ne avval szembesüljenek állandóan, hogy nem nyert, nem nyert, nem nyert. A mi csatornánk nem avval fog púposkodni, hogy mennyit buktam egy hónap alatt, hanem a mi csatornánk avval fog boldogsággal lenni, hogy milyen eredményeket tettem le ebben a hónapban, és mit értem el. És sajnos azt nem, most nem a szerencsejáték hozza, mert a szerencsejáték most az csak játék, már nem szerencse, tehát már azon Magyarország túljutott, hogy szerencsejátéknak lehessen nevezni a kaparós sorsjegyeket. Hiszen láttátok ti is, hogy nincs itt minden harmadik sorsjegynyel, sőt, minden ötödik sem nyer, esetleg minden hetedik, de az is csak éppen visszahozza azt, amibe került az a sorsjegy. Úgyhogy természetesen a Giga Virág Szerencse csatorna is fog kaparós sorsjegyeket vásárolni, de nem töménytelen mennyiségbe,
mert most annak nincs itt az ideje. Annak is megvan az ideje, amikor meg lehet pörgetni, és vissza kell pörgetni. Mi ebből a kaparós csatornából még egy fillért nem vettünk ki, csak ráfordítottunk. Mindent, ami öt nyeresét csak visszafordítottuk, vagy eszközt vásároltunk belőle, hogy nektek szebb és jobb videókat tudjunk készíteni. Tehát nekem senki ne vádaskodjon, és privátban ne irogasson, és ne oktasson ki, megéltem már jó pár évet, de ilyen gusztustalanul néhány ember, amit megenged magának, azt nem fogom hagyni, és sajnos belementem egy levelezésbe, aminek nem lett volna szabad, egy kedves nézőnkkel, aki magán kívül volt, hogy több kaparást akar látni, és pakkaparást akar látni, mert az X csatorna is pakkaparást csinál, és mert így, és mert úgy. Nem érdekel. Ez a mi csatornánkon. Mi döntjük el, hogy mit akarunk. Ti is ne hagyjátok, hogy magatokat bárki befolyásolja. Bocsánat, ha egy kicsit kemény voltam, de néha helyre kell tenni azokat a dolgokat, amik nem helyén valóak. Tehát a Gigavirág Szerencse csatorna imádja a nézőjeit, és próbálunk olyan tartalmakat gyártani, amik kompenzálják a szerencse sorsjegyek kaparását. Sajnos ez nem tetszhet mindenkinek, hiszen az túl szép lenne, azért is úgy kerek a világ, hogy minden ember más, és másféle tetszik neki, de nagyon várjuk az ötleteiteket, hogy ti mit szeretnétek, de azt tudja meg mindenki, hogy az ötlet, az nálunk csak ötlet. Tehát nem parancsolhat nekünk senki sem, se ti, se más, hiszen mi vagyunk a tartalomkészítők, mi teremtjük elő az anyagi hátteret, mi készítjük a videókat, és mi tartjuk a hátunkat azért, hogy minden jó legyen, és szép legyen, és a szabályoknak megfelelő. Tehát mindenkinek kívánunk kellemes és boldog napot és hétvégét, de nagyon vigyázzatok a szerencsejátékokkal, mindegyikkel, mert most ez a világ nem arról szól, hogy te nagyot nyerjél. Köszönöm, hogy meghallgattál, és kérlek, ne vedd támadásnak az elmondottakat, de mi ehhez fogjuk tartani magunkat. Szép napot kívánok mindenkinek!